Egy-két szintes sorházban csaptak fel a lángok, tájékoztatott minket Köves Péter. Itt berendezési tárgyak, valamint a bútorok égtek egy helységben, a tűzoltók egy eszméletlen nőt találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Itt nem zárható ki a nyílt láng használata sem. Ezzel kapcsolatban vannak olyan életmentő eszközök, amelyek adott esetben segítségünket vagy biztonságunkat e szolgálhatják. Egy a és talán elkerülhető ilyen készülékek használatával. Itt most ugyan még a nyári időszakban vagyunk, de majd szépen közeleg a szezon. Ennek tükrében is érdemes e Megemlíteni azokat az otthonokat, ahol adott esetben még szíráltüzelésű fűtőberendezések biztosítják az otthon melegét. Elektromos meghibásodás, vagy akár dohányzás következtében is gyorsan ki tud alakulni egy-egy tűzeset otthonunkban. Egyik fontos eszköz, amit megelőzés céljából telepíteni tudunk, az a füstérzékelő. Ezek pedig abszolút a biztonságunkat hivatottak szolgálni, tehát még idejében adnak hangjelzést, és hozzákatottunk rá azt, hogy baj van otthonunkban ekkor még van idő cselekedni, idejében elhagyni tényleg otthonunkat, valamint tárcsázni a 112-t, és így amellett, hogy egy a -e tragédia is elkerülhető, az anyagi kár mértékét is lehet ilyen szinten csökkenteni. Ezeknek az eszközöknek a listája is megtalálható akár a katasztrófvédelem honlapján, mint megbízható készülékek listája. Így is rájuk lehet keresni, ami talán megdöbbentő számok itt a Vármegyében 2024-ben eddig 93 lakástűzhöz vonultak a tűzoltók, sajnos, ahogy ebben az évben megtudhatjuk, már most ezzel az augusztus 20-aival már ötre emelkedett a lakástűzben elhunytak száma, ez egy nagyon magas szám. Még az egy is sok hangzott a -e Köves Pétertől, aki felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ezek elkerülés érdekében én arra kérem a lakosokat, hogy ha van lehetőség arra egy-egy ilyen készüléket igyekezzenek beszerezni. Tényleg, ahol tudják, az esetleg egy ott idősebb, hozzátartozó, tartozó egyedüli már mozgásában talán valamilyen formában korlátozott. Ott vannak azok a tényezők, akár mondjuk egy a dohányzás, mint akár a káros a szenvedélyei között felsorolva. Ott vannak ezek a szirád tüzelés-fűtőberendezések, tüzel de ez lehet akár egy elborult gyártya is, ami bizony egy, egy ilyen nagyobb kiterjedésű lakást küzdözhet. Ezeket az eszközöket az adott helység plafonjának közepére érdemes felhelyezni. Itt fog koncentrálódni a füst, ha keletkezik, ezért így fog a leghamarabb bejelezni a szenzor baj esetén.